Van, hogy érzitek magatokat? Hogy telt a mai napotok? Milyen könnyű lenne, ha mindent újra csinálhatnánk, amit elrontottunk, igaz? Mennyire jó lenne, hogyha egy visszatekerő gombbal vissza tudnád tekerni azokat az elrontott dolgokat és részeket, amiket szeretné javítani. Milyen jó lenne, hogyha egyszerűen csak visszatekernénk a gondokat, a problémánkat, és akkor hoppá, megsértettem a másikat, de hogy is nem akartam megsérteni. Hát akkor visszatekernéd, igaz? Milyen jó lenne, ha csak így egyszerűen tekergetnénk, és hoppá, csúnyát mondtam a másikra, visszatekerem. De hát ez nem így működik, sajnos. Tehát azt már visszacsinálni nem tudod, ha megbántottad a másikat. És sose felejtsd el, ezt már nem tudod visszacsinálni. Tehát mindig előtte gondolkozzál, hogy mit mondasz neki. A párodat hogyan kényezteted? Durva szavakkal? Vagy pedig édes, kedves, melengető szavakkal. A házasságnak az elő alapja, a házasságnak az elő feltétele a jó házasságnak, hogyha te mondjuk reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy aj, de szép vagy, angyalom, de szép vagy, a legszebb feleségem vagy a világon. És akkor csak ennyit kell mondjál, és a feleség már is így azt se tudja, mit csináljon, annyira vidul, örül annak is, hogy te pukisztál egyet, és nem számít, hogyha nem teszed a helyére a cipődet, meg az oknidat. Lényeg az, hogy ilyen szépeket mondjunk a párunknak. Azt se tudjuk, olyan jó előadást hallgattam meg, azt se tudjuk, hogy hogyan érezzük magunkat, amikor hogyan fogod magadat érezni akkor, amikor megsérted a másikat. Fogalmad sincsen, csak hirtelen oda mondasz egy ronda szót, megsérted, megbántod, és utána pedig gondolkozol, hogy jaj, hát ezt nem kellett volna mondanom, bocsánat már. Ez lehet a párod, lehet az édesanyád, lehet a fiad. Mindig gondolkozzál előtte, és ha nagyon ideges vagy, akkor egyet tudok javasolni. Éppen mondjuk olyan helyzet van, hogy így forr közöttetek a levegő, fogod és kimész. A lakásból is menj el egy órát, autókáz, sétálj egy órát. Mit tudom én, mindegy, hogy mit csinálsz. Csak ne maradj otthon. Ne engedd magadat felbőszíteni. Kifújod a levegőt, kifújod a dolgokat, és utána visszamész egy óra múlva, és csodálatosan fogod érezni magadat. Lehiggadtan mész vissza, és azt mondod, hogy drágám, nem mindegy, hogy kinek van igaza. Hát nem mindegy, hogy mi történt. Hát dehogy is nem mindegy. Hát dehogy is nem. Hát szeretettel kell, hogy legyél a másiknak. Mikor mondtad a feleségednek utoljára, hogy szeretlek? Na mondd meg, mikor mondtad? Na mondd el ezt nekem. Mikor mondtad a feleségednek utoljára, hogy szeretlek? Szerintem, ha te rég mondtad, mondjuk 2 napnál régebben, akkor itt az ideje. Most este kelsz föl, és azt mond neki, hogyha alszik, hogy szeretlek, mama, szeretlek. És akkor rángasd meg egy kicsit. Szeretet nélkül nem tudunk élni. A szeretet az úgy kell, mint a levegő, mint amit mondott ez a pap. A szeretet úgy kell, mint a levegő. Levegő nélkül csak happogunk. Hú,
megéltem a fele életem javát. Ha most ezzel a tudással, Istenem, ezt kérem az Úrtól, hogy ezzel a tudással szülessek újra. És hogyan neveljem a gyerekemet? Hát biztosan csak a magasba emelem mindig. Amikor a legrosszabb, akkor kell a legjobban a magasba emelned. Akkor azt mondod neki, hogy szeretlek, okos vagy, cuki vagy, imádom a viselkedésed, közben majd megőrít. Jó, milyen rendet raktál a szobádba. Aztán közben olyan kuplerájban, hogy mozdulni nem tudsz. Hú, de tiszta a szobád. Na, még ezt a apróságot elrakod, és oké. És legközelebb hidd el, hogy még többet fog elrakni. De hát, ezzel neked is ne azt vedd észre, hogy most mit nem csinált meg, és rögtön azt észreveszed, hanem az, hogy mondjuk berakta a mosogatógépbe a tányérját, vagy pedig elmosta netalán a tányérját. Köszönd meg, hogy jaj, de jó, látom, elmostad a tányérodat. Wow! Hát egyre jobb vagy? Wow! Hát úgy látom, hogy te már egyre-egyre jobb vagy. Pedáns a szobád, elpakolod a cuccaidat. Hát miről beszélünk? Hát ez az a dolog, amit annyira hiányzik az embereknek. És van olyan helyzet, amikor ugye vitatkozunk mondjuk a gyerek előtt, igaz? Vitatkozunk a gyerek előtt, például, hogy bármiért vitatkozunk, és akkor utána azt gondoljuk, hogy na, megbeszéljük, hogy többet nem fogunk a gyerek előtt vitatkozni, mert ez nem jó hatással van rá, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy menjünk ki a szobából, és akkor ott beszélgessünk a dolgokról. Sokan ezt azt hiszik, hogy akkor igen, ez így megfelelő, de a gyerek az teljesen érzi, hogy te most, ti, anyuka, apuka, most probléma van köztetek, most vitatkozni fogtok, most nem szépen beszél az apuka az anyukával, vagy ne talán még csúnyábban beszél, mint amit hallani hallhatsz. És akkor azt hiszed, hogy most, ha elkimész a szobából, akkor most úgy jót teszel? Nem. Ugyanúgy érzi. Ugyanúgy feszültségben van, és azt hiszi, hogy ne talán miattam van, ne talán rosszat mondtam, ne talán rosszul viselkedek. A gyereknek akkora szeretetésége van, és 3 éves korig bizony folyamatosan szeretned kell a gyereket. Folyamatosan. Szeretgetni, semmi más dolgod nincs, mint szeretgess. 3 éves korig, ha hatalmas szeretetet kap mindenkitől, testvérektől, anyukától, apukától, akkor az a gyereknek mentálisan sosem lesz baja. A mentális beszélgetés, a mentális zavarok, elnézést kérek, a mentális zavarok azok bizony, hogy mind a szeretet hiányra függenek össze. Valamennyit lehet egyébként örökölni is, mert ez az öröklés, ez inkább azt mondom, hogy karma, hogy valamennyit összeszedtél anyától, apától, vagy a nagyszülőktől, de inkább az, hogy karma is viszed tovább a dolgaikat, a cselekedeteiket. Szinte a gyerekek viszik tovább a szüleik karmáját. Nézd meg, most mondok egy esetet, hogy amikor a gazdagságról van szó, és szegény családban lévő gyerekeknek általában nem lesz nagyon gazdag a gyereke is. És miért nem? Mert ugye viszi tovább ezt, mert ugye azt mondja a családban, azt hallja a gyerek, hogy jaj, erre most nincs pénzünk, most ezt nem tudjuk megvenni, majd legközelebb, most ne kérdezz, majd máskor. És akkor ugye a gyerek mindig a nem, most nincs erre, nincs arra, nincs amar. És ez fogja bevonzani magának. Ez az, amit beültettél a fejébe. Hogy most nincs erre, nincs arra, nincs amarra. És nézd meg azokat a gyerekeket, akik gazdag családban nőnek föl, hogy legtöbbször nagyon gazdagok lesznek. Miért is? Nem biztos, hogy mondjuk a
anyuka, apuka segíti, és mégis nagyon másikat megveszem neked. Tehát nincs az a nem, hogy most jó, erre nincs pénz, arra nincs pénz, és akkor folyamatosan szeretne valamit a gyerek megvenni, elérni, de hát ott beültetted az agyába, hogy erre nincs pénz, ezt nem tudom neked megteremteni. És ezért lesz legtöbbször a szegény gyerek, szegény szülőknél, szegény a gyerek, és aztán később pedig felnőttnek is jóval szegényebb lesz. Vannak egyébként kivételes esetek, hogy aztán mégse fogadja el ezt a destruktív kritikát, hogy ez neki nincs meg, ezt nem teheti meg, ezt nem vehetjük meg, erre nincs pénz, és akkor, ha nem tudod beültetni, hála az égnek, nem ültetted be olyan mélyen, akkor, vagy pedig egyik ki másikba, akkor az a legjobb, mert akkor bizony a gyerek gondolkozik mindenen, hogy júj, akkor már kicsi fiatal felnőtt, ez kéne, az kéne, hogy teremtsem elő. És ha azon gondolkozik, hogy teremtsem elő, az már egy jó. Akkor az már előbb-utóbb elő fogja teremteni, és a végén pedig megláss, hogy jól fog élni. Én is nagyon szegény családból származom egyébként. Beszéltünk itt nem tudom, láttátok-e, beszéltünk a TikTokon is, hogy édesanyámnak kérdeztem, és olyan érdekes dolgokat mondott el gyerekek, hogy a háborúban, ugye ő, anyukám ugye 40 éve után született, 40-es évek után, és hogy milyen nehézkes volt ott a pici gyerekkora is az 50-ben, 49-50-ben, hogy milyen nehezen éltek, hogy milyen szegénység volt, szinte tésztát gyúrt az anyja, akkor nem volt víz, ugye nem volt víz, nem jött a víz a csapból, és nekik még kutyuk se volt, hanem át kellett menni, és a szomszédból hordta a vizet. Gondoljátok el, hogy az anyukája, tehát a mama a szomszédból hordta a vizet. Amikor olyanokat így mesélt, én ezt úgy fel se tudtam fogni, hogy mennyire nehéz volt az élete, mint kisgyereknek is. És mindig mondta, hogy és mégis olyan tiszta volt az anyukája, olyan tiszta ruhákat viselt, mindig hófehér ruhákba öltöztette szépen a gyerekeket, és mégis olyan szegénységben éltek, hogy felfoghatatlan. És most meg miben nőnek bele a gyerekek? Tényleg belenőnek egy bizonyos gazdagságba, jó módba. Én is nem éreztem, hogy mi nem ettünk volna, tehát soha nem éheztem. Pedig én sem születtem gazdag családba, és soha nem éheztem. Nem is emlékszem, hogy itt gond volt nekünk az étel. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy mennyire fontos, hogy a viselkedésed, milyen érdekes ez a szó, viselkedés, visel, hogyan viseled. Milyen érdekes ez a szó, a magyar szó, viselkedés, visel, hogyan viseled? Hát ez, hogy hogyan viselkedünk, és hogyan viseljük egymást el, hogyan tudsz arra felnőni, hogy most a párodnak a butaságát és a kis apró csíntevését elviseled, és hogyan reagálsz rá, ez már mind a te felelősséged. És ugyanígy van, amikor a gyereked is úgy viselkedik veled, ahogy te azt nem szeretnéd. És mégis nem szeretnéd, és mégis odamész hozzá, és azt mondod, hogy kisfiam, kislányom, igaz, ezt a dolgot most nem így gondoltam, de kérlek, attól még beszéljük ezt meg, és legyen másképp. Szóval nagyon szeretném, hogyha ezt a videót most meghallgatnád, és egy picit megfogadnád ezeket a dolgokat, hogy nem mindegy a gyerekeddel, hogy beszélsz. Ha én tényleg újra születnék, akkor valószínű újra fogok, mert itt a karmámat még nem fejeztem be. 4 gyereket szültem egyébként, aki nem tudná. És
aki nem ismerne, ugye, hát valamennyire el kell mondjam, hogy egy kicsit magamról, hogy világéletemben úgy mentem a fejem után, és mindig azt éreztem, hogy nekem tennivalóm van, sok-sok tennivalóm van. Köszönöm szépen. És mindig azt gondoltam, hogy most még nem jött el az ideje annak, hogy egy kicsit a spirituálisabb életre vezessen az utam, pedig rettenetesen spirituális voltam gyerekkorba, képzeljétek el, ezt még talán nem is meséltem senkinek, hogy ültem az ágyon, nem is voltam olyan nagyon gyerek, de idős se, talán 22. És ültem, de lehet, hogy 20, mindegy. Feküdtem az ágyon, és megjelent előttem a férjemnek a nagymamája. És én őt fürdettem, meg mindent csináltam, és minden nap megjelent előttem, és ugyanabban a kendőben. És aztán képzeljétek el, egy komoly dolog történt, mert elkezdtem tőle félni, és ő nem az volt, az a mama volt, akit én ismertem, hanem egy rossz szellem. És majdnem megfullasztott, tehát szó szerint majdnem megfulladtam. Ha nem érez a párom, a férjem, akkor nem érzi meg, hogy valami most történt. Meg se tudtam szólalni, csak folytogatta a nyakamat. Szó szerint folytogatta a nyakamat. Olyan erővel folytogatta, mert majdnem megfulladtam, és szerintem valamit megérzett, hogy mi van. Nem tudtam megszólalni, nem tudtam hozzáérni, hogy haló, valami baj van, és akkor rögtön fölkapcsolta a villanyt. Na, ez volt a szerencsém. És onnantól kezdve villanyba aludtunk, és el is ment ez a szellem, és többet kértem az urat, hogy többet ilyen ne forduljon elő. Gyerekek, ez egy kicsit nagyon rossz élmény volt, és utána nem is akartam ilyen spiritualitást folytatni, pedig mindig úgy nyomult előttem. Például volt úgy, hogy megálmodtam a dolgokat, ami történt velem. Ezt olyan erősen megálmodtam, olyan erővel, hogy pont ugyanaz történt másnap. Ez úgy néha ijesztő volt, hogy jesszusom, hát ez már volt velem, hát persze, álmomban. De még a mondatokat is, amit mondtam, azt is megálmodtam. Na most el kell búcsúzzam, mert folyamatosan keresnek. Csodás estét nektek, áldást kívánok rátok, és szeretek mindenkit. Ha van kérdésed, akkor köszönöm szépen, hogyha felteszed nekem, és beszélünk. Na, puszilok mindenkit, és sziasztok! Mindenkinek puszi, sziasztok!